Amilyen edzéseket itt fogunk majd végezni, az mindenféleképpen nem fog eltérni attól, amit a válogatottnál csinált Sanyi bácsi. Bemutatták a Diósgyőr labdarúgó csapatának új vezetőedzőjét, Egervári Sándort. A szakember utoljára szövetségi kapitányként tevékenykedett, de 2 éve egyetlen csapat megkeresését sem fogadta el. Most látta elérkezettnek az időt arra, hogy visszatérjen a magyar futball közegébe, és az első edzésre már egy nagy kötek papírral érkezett. Ilyenkor fiatalnak érzi magát az embert egy munka kezdetén, nagy várakozással vagyok én is. Nem rutinból szeretném megoldani a feladataimat, hanem egy új kihívást, akár új eszközök kapcsán, akár új stratégia bevetésével, de mindenképp eredményesen szeretném befejezni. Ebben reménykednek a szurkolók is. A miskolci közönség bízik benne, hogy a csapat és az edzői stáb egymásra talál, és felfelé indulnak a csalódást jelentő 9. helyről. Reméljük, hogy az egész csapat a edző mellé áll, és ezáltal nem lesz félrehúzás, mint ahogy sajnos azért lehet hallani félhangokat. A keret is egy kicsit megerősödik, és Sanyi bácsinak a tapasztalatára építve a egész csapat egy erős koncepció alapján fölfele indul bajnokságba. Egervári Sándor másodedzője az a Pisont István, akivel korábban is dolgoztak együtt az MTK-nál, igaz játékos edzőfelállásban. Az egykori tanítvány már a szánt segéd lett. Pisont szerint, ha Egervári kapott volna még időt a válogatott élén, az EB indulás vele is összejöhetett volna. Neki szívügye volt a válogatott. Szóval olyan közösséget alkotott, olyan közösséget tudott összekovácsolni, illetve nagyon eredményes csapat is volt. Szóval egy ember életében ez nem tűnhet el. Biztos vagyok benne, hogy benne van ez a fajta akár sikerek és kudarcnak az összes feelingje. Én azt gondolom, ő profi ember, ő szakmailag felkészült ember, tudja, hogy ez vele járója, valamikor ez be fog következni. Sajnálatos, én nagyon sajnáltam ezt a helyzetet, hiszen az a csapat nem érdemelte meg azt az eredményt, és hogyha az az eredmény is még lehet, hogy ő a szövetségi kapitány. Biztos vagyok benne, hogy azt a célt, amit ő 2016-ra valójában erre a évre kitűztek célnak, és ez volt a célkitűzésük, azt ők is tudták volna teljesíteni. Ez így alakult, biztos, hogy benne van, szóval ezt nem mondom, hogy nem, bár ezt ő tudná legjobban megmondani, de az ember életében ezek a nyomok, ezek megmaradnak. A Diósgyőrnél Koman Vladimir és Lipták Zoltán is dolgozott már Egervárival anno a felnőtt válogatottban. Így számukra nem volt újdonság az év első edzése. Hamar megszokták, hogy már nem Bekő Balázs vezényli a tréninget. Nagyszerű volt, hál' Istennek, Sanyibá. Így elsőre úgy tűnik, hogy nem sokat változott, tehát ugyanolyan vehemesen, ugyanolyan elánnal vágott bele a munkába. Ugye 5 évvel ezelőtt mutatkoztam benne a válogatottba, úgyhogy sokat köszönhetek neki, remélem, hogy itt is hasonló szép eredményeket fogunk elérni. Nyilván Sanyi bácsi válogatott szintű edző, tehát illetve a segítője is, úgyhogy én úgy gondolom, hogy amilyen edzéseket itt fogunk majd végezni, az mindenféleképpen nem fog eltérni attól, amit a válogatottnál csinált Sanyi bácsi, úgyhogy nagyon bízom benne tényleg, hogy jó edzések lesznek, illetve mondhatjuk, ahogy te is mondtad, hogy akár válogatott szintű edzésmunka fog folyni. A megkezdett munkához még keresik az erősítést jelentő labdarúgókat. Egervári Sándor reméli, hogy a már diósgyőri múlttal rendelkező Elek Ákos Kínából visszatér, illetve szeretné, ha a csapathoz még egy válogatottat megjárt játékos igazolna. Igaz, Vancák Vilmos már csak a nyáron.